Nem szégyen, ha az Úr elé sírunk. Nem szégyen beismerni azt, ha vétkeztünk. Nem szégyen megtölt szívvel megállni és azt mondani, hogy igen, ez vagyok. Az Úr várja ezt, mert az én áldozatokban ügyörtük. A tört, megtört, és bűnbánó szívet nem vetette meg azt a közöttet. Péter is így jött az Úrhoz, és hadd tudnánk így jönni. És adna az Úr még sok ilyen közös imádságot. Ha kell értem, ha kell értem testvérem. És hadd lehetne ez az alkalom, amikor történne ilyen az a gyülekezetben, nem csak egy, hanem nagyon sok. Azért, mert az Úr ezt akarja véghez vinni, úgy az én életemben, mint a téletemben. A sorsdöntő találkozás. Ez volt a Péter életében, és ezzel fogunk foglalkozni. És lehet a te életedben is, hanem közöpösen, felületesen, unottan szemléled a dolgokat, hanem valóban hagyod, hogy az Úr megérítsen. Péter ki volt ezelőtt? Ismerjük nagyon jó Péter apostolt, egy hirtelen természetű, kemény ember, aki új nevet kapott, új életet kapott, aki a tanítványoknak a vezetője lett, aki kősziklának nevezett az Úr, és azt mondta, hogy te rajtad építem fel az én Atya Szent Egyházamat, amelyiken még a pokók akúj sem vesznek elő. Az a Péter, aki azt mondja, hogy kész vagyok meghalni is veled, Uram, ha kell, és mikor jönnek az ellenséges csapatok, megfintek, de virradó éjszaka, kardot ment, bizonyítva azt, hogy igen, én Uram, komolyan gondoltam, levágja a Málkusnak, a főpap szolgájának a fülét, és akkor, amikor a főpap udvarában van, nem volt életveszélyben. Csak egy szóval kérdezte meg tőle, és ismered Jézust? Megfogadta. Pedig nem volt életveszélyben. Hogy mentse a saját bőrét is, ugyanolyan helyzetben ne jusson, mint Jézus. Nagy nagy félelem. Sokakat megkötött. Sokszor megkötözött engem is. Sokan vannak még rabláncon. És az Úr szabadulást akar. Megtagadja háromszor, ismerjük a történetet, és a végén keservesen sírva kimegy, mert találkozott a tekintettel a Jézusival. Nincs miért pálcát törünk Péter felett, a Péter neve helyén állhatna nyugodtan az enyém, vagy a tied, mert én hiszem, hogy én sem lettem volna külön. És meg vagyok győződve, ha őszintén a szívedre helyezed a kezedet, akkor megvallhatod az Úr előtt, te sem lettél volna talán külön, mint Péter. És ezen az alkalommal, amikor Péter kap még egy lehetőséget, hogy újra találkozzon Jézussal, a feltámadottal, milyen jó, hogy volt még egy alkalom. Milyen jó, hogy Péternek még volt egy alkalom a találkozása az Úrral, hogy rendezhesse a kapcsolatát vele. Milyen jó, hogy megtörtént ez a Péter számára sorsdöntő találkozás. Milyen jó, hogy van még egy lehetőség nekem és neked is, hogy megtörténjen ez a találkozás. Jól ismerjük Pétert, hogy milyen volt előtte, és jól tudjuk azt, hogy milyen élet. Egy más Péter ment tovább. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, kellett néhány komoly dolognak történnie az életében. Kellett találkozni egy Jézussal, és néhány dolognak a helyére kellett kerülni. Testvéreink a
vezérfonalban azt kívánozták el, így van a fő gondolat, hogy Péter helyreállítása. A testvérek, mielőtt megtörténik az Úr Jézus Krisztus által a Péter helyreállítása, a Péter életében meg kellett történjen egy más helyreállítás. A Jézus Krisztus helyreállítása Péter szívében és a Péter életében. Mert ott volt a Péter életében, ott volt jelen, de valahol félretéve. Valahol más helyen, nem az őt megillető helyen. Mit tesz Péter előtte? Visszatér a régi foglalkozásához, azt mondja, elmegyek halászni. Mint az a 3,5 év, az teljesen kiesett volna. Hát a mester meghalt, mondják, hogy feltámadott, hát én próbálom ott folytatni, ahol abba hagytam ezelőtt 3,5 évvel. Van egy ilyen íze az egésznek. Testvérek, ha mi is, ha én is és te is, próbáljuk onnan folytatni, amikor történik egy bukás, ahol abba hagytuk, mielőtt találkoztunk Jézussal és megtértünk, akkor baj van velem is, baj van veled is, mint hogy baj volt Péterrel. Mert Péternek, a kősziklának már nem az volt a dolga, hogy halakat halászon a tengeren. A régi halászbálkán, ami még megvolt. Hanem egy új feladatot adott. De ahhoz, hogy ezt az új feladatot be tudja tölteni, meg kellett történjen a régi halászbálkának. Mint eszköznek a közvetítésével, annak találkozás a tengerparton. Tudjuk nagyon jól a történetet, először nem fognak semmit, aztán kivetik, sokat fognak, felismerik azt, hogy Jézus azt, Péter magára veszi a ruháját, beugrik a tengerbe, türelmetlenül kiúszik, alig várja a találkozást. Örül, hogy van még egy alkalom, amit megragadhat. Megebédelnek, mert nem volt ennivalójuk. És miután megebédeltek, jön a nagy beszélgetés. És felteszi Péternek az Úr a jól ismert kérdést, és felteszi neked is, felteszi nekem is, újra és újra, mond Péter, mond Sanyi, mond Izabella, mond András, mond József, mond a saját neved, mond szeretsz engem. Mond szeretsz engem. És mond szeretsz engem. De ne akárhogy teszik fel az Úr. Minden egyes kérdésnek külön nyomatéka volt, külön szerepe volt, külön fontossága volt. Mert mindig valami mást érintett. Az első, ami engem nagyon, de nagyon szíven ütött és elgondolkoztatott, amikor azt mondja az Úr Jézus legelőször Péternek, Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél. Itt figyelek meg ebben a kérdésben. Nem azt mondja neki, hogy Péter, mert ez nem Péter volt. A régi neve Simon volt, a Jónának fia, ugye? Az új neve, amit az Úr Jézustól kapott, az Péter. És ebben az alkalomban az Úr Jézus nem azt mondja neki, hogy Péter. Hanem azt mondja, hogy te most a régi vagy. A Simon, a Jónának fia, akivel találkoztam annak idején, ha emlékszem. És most neked szükséged van újra a találkozásra, és újra szükséged van arra, hogy megkérdezzem, hogy Simon, Jónának fia, mint először, szeretszél-e. És nem is akárhogy, azt mondja, hogy Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél. És ebben az ezeknél nagyon sok minden benne van. Azok a dolgok, amik körülvesznek. Azok a körülmények, amik körülvesznek. Azok az emberek, amik körülvesznek. Jobban szeretsz engem ezeknél. Nyugodtan mondd a neved, nyugodtan mondjam a neved, hogy Péter, Sanyi,
És így tovább, jobban szeretsz engem ezeknél. Azoknál a dolgoknál, amiket annyira szeretek, amiket annyira szeretünk. Mire gondolok? Közelmúltban jártam egy gyülekezetben, és ezt az úr akarta így, és felállt egy középkorú testvérné, és sírva tett bizonyságot. És elmondja, hogy még fiatalon megtért, bemerítkezett, csatlakozott a gyülekezethez, és aztán akkora volt a világ csábítás, hogy kimaradt a gyülekezet. És abban az időben, amíg kim volt a világban, azt mondta, hogy nagyon sok mindent kipróbált. Nagyon sok mindenben keresne a boldogságot. Nagyon sok mindent szeretett. És neki ahhoz, hogy visszatérjen az Úrhoz, amikor szólongatta, nagyon nehéz volt. Sok mindent nehéz volt letenni, de volt egy dolog különösen. Azt mondja, hogy megdöbbentő az, hogy ő is utólag milyen apróságok volt. És az a következő volt. Férfi testvérek, nagyon gondolkozunk el a tanítási testvérek. Azt mondta, hogy mielőtt munkába ment, képes volt fél órával korábban felkelni, hogy kikészítse magát, ahogy a világon is szokták, hogy ő szép legyen. Mert az ő szépsége volt neki a valami. De fél órája nem volt az Úrnak. Így itt olvasom és imádkozom. Arra volt! És az ő szavait mondom. Az ő bizonyságtételét ismétele egymást gyülekezetre. Hogy fél órával fel kelljen, hogy szép legyen, az Úr számára nem volt. Mi visszhangzik ebből nekem? A régi volt az Úr. Simon. Az, aki még nem ismert ezt. Szüksége volt egy újabb találkozás. Ahogy ennek a nőtestvérnek nem az Úr volt az első az életében. Simonnak, a Jónának, fiának sem az Úr volt az első az életében. Hanem valami más. Hanem valaki más. Valami, ami nem oda való volt az elsőben. Mit kérdezett? Az Úr Jézus Péter, Simon Jónának fiát, mondta Péter, jobban szeretsz engem ezeknél, azoknál a dolgoknál, amiben benne élsz, azoknál a körülményeknél, azoknál a személyeknél, amik körülvesznek. És mindenkinek van egy dolog, mindenkinek van egy gyengéje. Nekem ez, másnak is. Felállt egy gyülekezetben, megint nem a mi gyülekezetünkről van szó, egy férfi testvér, és bizonyságot tett a Dávid és Góliát harcáról. És felvetődött ott a kérdés, hogy Góliát miben bízott? Hát az ő nagy erejében, a kardjában, a harci képességében, de semmiképpen nem az Izrael Istenében, az ellenség oldalán. Világos. Miben bízott Dávid? Mi vitt egy győzelembe? Az ügyességében? Jól tudok paritjában szőbe lőni? Az erő a vastag botjában? Vagy abban a tapasztalatában, hát már megöltem egy medvét, megöltem egy oroszlánt, hát most már én valaki vagyok, elbánok ebben a filiszteussal is? Ugye nem mondjuk. Persze, hogy nem. Mikor ment a harcba, azt mondta, én az Úr nevében, az Izrael Istenének nevében megyek ellenet. És győzött. Mert az Úr első volt az életében.
óriási dolog, ami meg kellett történnie Simon, Jónának fia életében, az volt, amit változó, hogy ő kerüljön az első helyre. Ő legyen újra az ura Simon életének, hogy újra Péternek nevezhesse kősziklának. Hogy újra a Péter élete a kősziklán legyen Jézus Krisztus. És most felteszi az úr a kérdést nekem és neked. Jobban szeretsz érzni. Úr vagyok az életed felett, első vagyok a szívedben és az életedben. Mert ha nem, akkor elhagy a szükségedet. És ezzel kezdődik a sorgyűlő találkozás. Aztán az elhangzott felelet, azt tudjuk, mondja Péter, hogy igen, van, szeretlek téged. És jön a megbízatás, azt mondja, hogy legeltesd az én bárányaimat. És jön az újabb kérdés az Úr Jézus részéről. És azt mondja, hogy ma Péter, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem annyira, hogy nekem szánd oda az egész életet? Szeretsz-e engem annyira, hogy odaad nékem egész? És feltehessük megint a kérdést, és az Úr is felteszi, mond Sanyi, mond Bellus, mond András, és így tovább. Szeretsz engem annyira, hogy odaad nékem az egész életét. Ne tarts meg magadnak semmit, hanem az enyém legyen egészen. És elhétel nélkül. Ja, lehet, hogy odaadtuk már egyszer, én is. Meg te is, testvére. Igen, volt egy nap legalább. Tudjátok, nagyon csúnya dolog a lopás. Főleg, amikor Istenről lopunk. Miről beszélünk? Azt, ha egyszer odaadtam magam az Úrnak, és aztán visszaveszek valamit, ami nem az enyém, mert már odaadtam. Nem lopás Istentől? Nem. Ha már egyszer lemondtam róla, nincs újra jogom rá, nincs újra semmi, de semmi jogom, hogy tulajdonképp tartsak rá. Nem adjuk Istenet. Adjuk oda neki újra, és egészen azt a kezdődik, ami egyedül őket. Az egész életet. Ezt várta az Úr Péternél. Mit mond Pál apostol a Zsidók 12, ne, a Róma 12.1-ben. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek nyilvánosságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akart. Ezt akarja az Úr elvégezni az életemben, ezt akarja az Úr elvégezni az életedben, ezt akarta az Úr elvégezni a Simon Jónának fia életében. És jön még egy kérdés. Miután megvolt a válasz, igen, mondom, szeretlek téged, mondd, Péter, szeretsz engem. És hangzik a Péter kétségbe esett válasza, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged, és mondani Jézus, legeltesd az én hajnom. Szeretsz engem annyira, hogy kövess bármilyen körülmények között, és bárhol. Ez volt a harmadik kérdés. Mert közvetlenül ezután, ha megfigyeljük az igényt, az ő követéséről beszél. Minden körülmények között, mindenki körülmények között.
Jöhet a kísértés, és azt mondhassa valaki, hát igen, ez a János vele mi lesz? És elkezdi Péter is a kérdést. Ha neki lehet, akkor nekem nem. Meg ha ő így, akkor nekem nem szabad. Hányszor megkísér bennünket a sár. És Péternek jön a válasz, de ne foglalkozz Jánossal. És senki más. Neked az a feladatod, hogy Jézus kövesd, és nem János. Nekem az a feladatom, hogy Jézus kövessem, és nem János. És nem a János útján, hanem a Péternek a Péter útján. És a Jánosnak a János útján, és a Sanyinak, meg az Andrásnak, mindegyiknek a maga útján. És senkinek sem a más útján, mindenkinek van egy külön útja, amelyen követni kell az Urat. És amikor harmadjára felteszi az Ura kérdést Péternek, meg nekem, meg neked, mondd Péter, mondd Sanyi, és mondd a saját neved, szeretsz engem, hajlandó vagy követni mindenkor, minden körülmények között, és mindig. És Péter meg egy halálsz. Igen, van. Én követlek téged. Mi a te válaszod? Most, amikor el fogunk csendesedni imádságra, van alkalmunk megragadni ezt a sorsdöntő találkozást. Az Úr azt akarja, hogy történjen megújulás, történjen sorsdöntő változás, történjen helyreállás. Ha nem ő az első az életemben, ha nem ő az első az életedben, azt akarja, hogy oda kerüljön. Ha valami más akadálya van, annak a bizonyos személynek, tedd félre, hogy ő lehessen újra az Úr és Király az egész életed felett. Ha egyszer már odaadtad, de visszavettél, vagy visszavettem valamit, adjuk oda újra egészen az Úr. Szálljunk oda egészen az életünkben, mert ebben egyébként. És amikor hangzik a kérdés harmadjára, mondd Péter, mondd a saját neved, szeretsz engem, akkor megkérdezi, hogy követsz engem mindenkor, minden körülmények között. Testvérek, megéri mindenkor, minden körülmények között követni az Urat. Mert az Úrnak végén, amely dicsősége vár. Akarsz-e mennybe menni? Ha igen, akkor követnünk kell. Ő mindvégig, minden körülmények között. Csendesedjék el és imádkozzunk, és akinek imádságban a szívében lehet hangosszalokkal imádkozni. Férfi, nőtestvérek közül, fiúk, lányok közül.